Na lányok, megismételjük ezt a leckét? Diana, mi lesz az edzéssel? Lányok, ma nem lesz edzés. Muszáj kijavítanom a rossz jegyeimet. Lányok, egyáltalán nem tudom ezt a leckét. Én mondom, a teszt nagyon könnyű volt. Igen, nagyon könnyű volt. Lányok, csak nézzétek meg, milyen akciós táskát vettem ma. Nagyon menő. Knopa? Nézed a táskát? Igen, nagyon menő. Lányok, nem értem, hogy miért fontoskodnak. Elegem van belőlük. Oké, lányok, ne figyeljünk rájuk, tanuljunk. Lányok, holnap shoppingolnunk kell, és vegyünk egyforma táskákat, mert barátnők vagyunk. Igen, igen, Knopa. Nem tudom, nekem annyira tetszenek a fekete táskák, én a világosat szeretem. Figyelj, Knopa, a világos táskák csak a fontoskodó lányoknak valók. És mi patkányok vagyunk, ne feledd. Knopa, menjünk. Meg kell fésülködnöm. Knopa, menjünk. Mama, meg figyelmesebben járni. Nasztja, nyugi. Mi mindig figyelmesek vagyunk. Hú, de bosszantanak. Elrontották a kedvemet, többet nem akarok tanulni se. Tudod mit, Diana, vissza kéne vennünk Knopát a csapatba, csak hogy bosszantsuk ezeket. Igen, szerintem nagyon vissza akar jönni. Lányok, vegyük vissza a csapatba. Azok után, amit tett, elárult, és még bele is ült a pasim Smiley-k ölébe. Ezek után vegyük vissza? Hát, akkor először észhez kell téríteni Knopát. Hogy ne jusson semmi más az eszébe. Akkor, Diana? Lányok, hogy értitek? Hogy térítsem észhez? Mit csináljak vele? Hát, először vedd le a parókáját, úgy viselkedik, mint a szőke lenne. Vedd le az összes szép cuccát. Hát, Diana, te tetted ilyenné? Hát, lányok, ez egy jó ötlet. Jöjjön vissza, Knopa, kicsi szürke egér. Emlékezzem vissza, hogy milyen jó pomponlánynak lenni, és szépnek, mint mi. Fú, lányok, ez egy nehéz feladat. Diana, oké, megfontolom. Már megint megették az összes chipset, megint rendelnem kell. Hé, hey, Juli, ez az én chipsem. Kakuk, tudod, hogy mennyire szeretem a chipset? Kakuk, ideje lenne elhagyni. Oké, iszok megint vizet. Patrika, csak nek jobb íze van veled. Gigi, veled is. Ó, itt a cuki pár. Hát, Patrik, jól érzed magad azután, hogy elhagytál? Karina, nem értem. Patrik döntött és engem választott, szóval mennyi nem mielőtt felkelek. Megértettél? Gigi, fogd be. Szóval, Patrik, vége? A kapcsolatunknak vége? Igen, Karina, vége. Gigi megtiltotta, hogy randizzak veled. Ó, Gigi megtiltotta. Akkor mondanom kell neki valamit. Patrik, mi mit akar mondani? Miért hazudsz? Nem csókoltalak meg, és te sem csókoltál meg engem. Csókolóztatok? Gigi, hazudik. Ha nekem nem hiszel, nézd meg a nyakát. Ó, szóval csókolóztatok, nem igaz? Gigi, nem, hazudik. Patrik, mutasd a nyakad. Semmi gond. Ajsz, hozz egy tükröt. Elegem van ezekből a szerelmes párokból. Hozok tükröt, Gigi. Gigi, minek a tükör? Már tudom, hogy helyes vagyok. Látni akarom, hogy nem csókolóztatok. Tessék a tükör, és ne felejtsétek el, nem én vagyok a tükörhordozó. Nézd, Patrik! Gigi, mi ez? Patrik, ez Karina ajka, te nyakadon. Nem is gondoltad, hogy ott marad a nyakadon a rúzs, ugye? Kakuk, te jó srác vagy. Patrik Gigivel van, de a nyaka csókokkal van tele. Hogy van ez? Patrik nyaka tele van Karina csókjaival. Igen, Juli, én vagyok a legjobb. Szóval, Patrik, fizess ki a csokit, és soha ne közelíts hozzám. Gigi, én ezt nem tudom, hogy ez micsoda. Ajsz, készíts nekünk kaját, éhesek vagyunk. Hát a mai edzés nehéz volt. Igen, emberek, oké. Van szalonnál szendvicsem, kértek egy kicsit? Bármit kérünk. Csak minél előbb akarjuk. Emberek, úgy örülök, hogy szingli vagyok, mert elege van a szerelmes párokból. Ajsz, egyezem, adj egy pacsit, nem kellett nekünk csajok, se a pénzköltés. Mit mondtál, ki a szingli? Dima, te szingli vagy, nincs csajod, kop le! Dima, mit csinálsz? Nem vagyok szingli, van barátnőm, Diana, Lady Diana. Fordulj meg és olvasd róla. Dima, paranoiás vagy. Ajsz, mindent megmondtam, van barátnőm. Dima, hibáztál, ne viselkedj így ájszal, nem fog láttét készíteni nekünk. Csak egy szalonnál szendvics maradt. Kostya, ez a tied. Kakuk, hoz nekem chipset. Julia, nincs több chips, és ne erőltesd a haveromra, hogy fizessen neked. Figyelj, Brovaszti, ő a te haverod, de az én pasim, szóval ne szólj bele. Rendben van, megoldom.
Ice, légy szíves, hozz még egy chipset Júliának, van még abból? Blondi, biztos ez a jó döntés? Talán nem kéne. Nem értem, nem egyeztek a döntésemmel? Nem, Blondi. Jönnek. Sziasztok, srácok. Smile, tudod, hogy a te Dianád megcsal? Figyelj, Blondi, ne beszélj butaságokat. Smiley és Diana kapcsolata tökéletes. Nekem át kell öltöznöm edzés után. Blondi, gyerünk, hagyd őket. Jobb lenne, ha ezt nem mondanád el Smileyknak. Elegem van belőletek. Figyelj, miről beszélsz? Nem hiszel nekem? Ezt nézd. Smiley, mi történik? Én sem értem. Figyelj, Blondi, milyen kulcsok ezek? Mit akarsz? Megőrítesz? Ez Diana szekrényének a kulcsa. Vedd el és nyisd ki. Megérted? Hát nem tudta. Tilos Diana szekrényének a kulcsát elvenni. Hát nem jött be. Hogy érted, hogy nem jött be? Biztosan kinyitja Diana szekrényét, a kíváncsiság fog győzni. Max, nem értem, hogy miről beszélnek. Ezek a békák butaságot beszélnek. Diana nem csalja meg Smileykot. Srácok, mi van, ha igaz, amit mondanak? Igen, valóban. Komolyan azt gondolják, hogy Dian egy új pasit rejteget a szekrényén? Ne higgy nekik, ne higgy nekik! Smiley-k csak kitalálták. És ha mégis belenézek a szekrényébe, a pasija vagyok, ez így okés. Smiley-k, miért nem bízol benne? Smiley-k épp hazudtak neked. Jobb, ha hazudtak. Csak kinyitom és leellenőrzöm. Mi lesz, ha valami szörnyűség van Dian a szekrényében? Üres! Cuccok, táska, békák... Várjatok. Férfi parfüm! Ó, Istenem, hát és? De ez nem az én parfümöm. Az ördögbe ismerem ezt az illatot. Hát, emberek, emlékeztet titeket valakire? Senkire. Smiley, ez csak egy parfüm, lehet, hogy Diana használja. Azért mégiscsak megkérdezem Dianát. Diana, még egyszer! Lányok, minden eszembe jutott. Elegem van a kedvességből. És? Muszáj mindent helyre tennem. Diana, nem mindent, csak Knopát. Az ördögbe, lányok, utálom ezeket a vitákat, nem akarok ribi lenni. Diana, te nem akarsz, de ők igen. Diana, ki használnak téged? Ezt az iskolát? Igen, ne feledd, hogy ez a te iskolád, de valami oknál fogva kihasználnak. Oké, lányok, értem. Igen, nehéz lesz. Megígérem, hogy megoldom ezt. Smiley-k. Szia, igen, Smiley. Hát ennyi volt. Knopa ma azt kapja, amit megérdemel. Mit találtál a szekrényben? Végre meggyőzök Dianát, hogy megtegye. Mi? Diana, mi? Lányok, Smiley épp most mondta, hogy megcsaltam. Gyerünk, vár a szekrényeknél. Mike tanár úr hívott minket? Igen, gyertek be. Igen, lányok, gyertek. Mit gondoltok, miért hívtalak ti háromotokat? Mert barátnők vagyunk. Nem. Tudni akarom, hogy Knopa miért szórakozik veletek, ahelyett, hogy szurkolna. Knopa, nyugodj meg. Mike tanár úr tanítsa a saját osztályát. Knopa a 11. osztályba jár, nem kell foglalkoznia ezzel. Mike tanár úr, nem értem. Megtiltja, hogy Knopával barátkozzunk? Nem értem, hogy mi történik. Knopa, felbosszantottad az osztályom diákjait. Nézze, Mike tanár úr! Knopa! Tudja, Mike tanár úr, kidobták. Knopa depresszióban volt. Ha mi nem lennénk, minden nap sírna. Knopa? Igen, igen, sírnék. Lányok, nem hiszek nektek, de rá fogok jönni, hogy mi történik. Most meg mehettek. Mike tanár úr maga nem hisz nekünk. Elbette, Mike tanár úr, hogy tudja, nekünk van saját tanárnőnk, és nincs szükségünk erre a kikérdezésre. Mike tanár úr, ne figyeljen rá. Mit gondolt? Ki ez a három barátnő? Nem tetszik ez a barátság. Muszáj kiderítenem. Ki ez a parfüm? Nagyon büdösek! Smiley, csak fogd vissza magad! Férfi parfüm nem jelenti azt, hogy Diana megcsal. Komolyan! Korábban nem volt ilyen parfüm a szekrényében. Smiley, nem értem, hogy mit beszéltél a telefonban. Milyen megcsalás? Köztünk minden tökéletes! Smiley, miről beszélsz? Na most jön a vita. Smiley, fogd vissza magad! Kölyök, tudja. Diana, ez mi? Ez micsoda? Miért van ilyen büdös parfüm a szekrényedben? Magyarázd meg, mi ez? Nagyon jó az illata. Na? Smiley, mindenek előtt kiengedte meg, hogy kinyisd a szekrényemet. Én nem bántom a tiédet. Diana, csak mondd el neki, már ideges.
mert nagyon féltékeny. Na, ki az, Diana, mondjad? Nagyon ismerős az illat. Persze, hogy ismerős, Smiley. Gondolkodj, hol érezhetted? Diana, azt játsszuk, hogy találd ki az illat alapján, hogy ki az. Smiley! Diana, ez milyen parfüm? Na, azt jön, mindjárt megtudod. Tudod, Smiley, sajnálom, hogy rossz a memóriád. Arra az esetre van nálam ez a parfüm, ha nem lenne jó illat egy taxiban, vagy esetleg valakinek itt büdös lenne a lába. Ó, igen, és 2 hónapja fújtuk be ezt a parfümöt a szekrényedbe. Csak jusson eszedbe. Smiley, baj van. Az ördögbe. Diana, sajnálom, olyan bolond vagyok. Hoppá, elkezdődött a vita. Igen, Smiley, bolond vagy. Diana, sajnálom, de tudtam, hogy valahonnan ismerős ez az illat. Smiley, kérdezhetek valamit? Mi vett rá, hogy kizárd a szekrényemet? Ezt eddig sosem csináltad. A békák mondták, azt mondták, hogy valami szörnyűt fogok ott találni. Igen, a békák! Diana, mit mond? A békák! Diana, Blondi adta oda a szekrényed kulcsát, és azt mondta, hogy ott bizonyítékot találok. Blondi! Blondi, mi? Blondi éhes! Lányok, menjünk a kávézóba! Hát látod, Smiley? Nem kellett volna hallgatnod rájuk. Smiley, ha velem akarsz járni, akkor a továbbiakban ne hallgass Blondira. Megkérdezhetsz engem is. Baba, sajnálom. Diana, dolgunk van. Oké, Smiley, megyek. Később találkozunk. És mit csináltok? Igen, Smiley, megyek, megcsallak. Mi? Viccelek. Aj, ez a Blondi. Látod, Smiley? Nem kellett volna veszekedned. Max, gyerünk. Kölyök, most legyőzlek. Na, majd ezt meglátjuk. Diana, nincs visszaút. Nincs. Oké, csajok, menjünk. Menjünk megtanítani Knopának a leckét. G-Ö-Z-E-L-E-E-B. Győzelem a gyuszik. A legjobbak. Szóval, Knopa, elég volt a szurkolásból. Menjünk. Nem, még akarok. Nem, Knopa, nem várunk rád egy órán át. Menjünk. Gondoltam, Knopa, hogy itt vagy. Ideje beszélnünk. Knopa nem akar veletek beszélni. Nem, lányok, ti menjetek. Knopa itt marad. Örökre! Diana, nincs miről beszélünk, és a pompomjaid nagyon ragadnak. Wow, ez illetlen. Dobd a pomponokat a földre. Oké, beszélj gyorsabban, a barátaim várnak az ajtó előtt. Emlékszel, hogy ki voltál, amikor ide jöttél? Emlékszel, hogy béka voltál? Ha te nem emlékszel, akkor emlékeztetünk mi. Ki voltam, mindig is szépség voltam. Persze, Knopa, mindig szép lány voltál, de már nem vagy, Nyuszi. És vedd le a Nyuszik egyenruháját. Már nem vagy a csapatunkban. Knopa, gyorsabban öltözz át. De nem akarok a békákhoz menni. Knopa, nem érdekel, hogy mi akarsz és mi nem akarsz lenni. Add vissza az egyenruhát. Vagy segítséggel? Lajla, kidobták a Nyuszik csapatából. Megkaptam, amit megérdemelt. De jó, barátnőnk. Jana, csak mi vagyunk barátnők. Hello! Diana, engedd meg, hogy megmagyarázzam, kérlek! Knopa, sajnálom, de én megpróbáltam beszélni veled. Knopa, esélytelen! Menj Janához és Lajához, a te barátnőidhez! De lányok! Szia! Micsoda hibát vétettem, ennyi volt, nem vagyok Nyuszi! Srácok, sajnálom Knopát, de ő a hibás. Nem tudom, hogy mi fog történni. Lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, és várjátok az új menő részeket. Találkozunk. Sziasztok! Hello.